Szia, üdvözöllek, a nevem Kovács Márti, Miti. Napok óta nem hagy nyugodni egy gondolat. Gondolkoztál-e már valaha is azon, hogy mit jelent az, hogyha valaki ura a saját életének? Ha leszámítjuk az alvásidőt, az ingázással, munkával, a nap mint nap szükségszerűen elvégzendő teendőkkel eltöltött időt az életünkből, akkor a legtöbb embernek nem jut napi egy vagy két óra szabad ideje arra, hogy azt csináljon, amit valóban szeretne csinálni, és még akkor sem biztos, hogy megvan rá az elegendő pénze, hogy azt megtegye. Felfedeztem egy módszert annak megtanulására, hogyan lehet valaki ura a saját életének. Egy otthonról irányított vállalkozás alapításával. Egy olyan rendszerrel, ami nagyon egyszerű és könnyen érthető, alkalmazható, és ami a legjobb benne, hogy nem független attól, hogy dolgozni kell, nem kell megfosztanod magad az életettől. Ha érdekel a lehetőség, akkor kérdéseiddel fordulj ahhoz a személyhez, aki ide irányított téged. Ez volt Don Fanyó 45 másodperces prezentációja. Ha most valóban komolyan veszed ezt a kérdést, akkor most magadba nézel. És talán a mai nap a legjobb nap arra, hogy elgondolkodj, mit jelent számodra az, hogy valaki ura a saját életének. Don Fanyó szerint elegendő a 45 másodperces prezentációi ismerete a sikerhez, és hogy ezt bárki meg tudja csinálni. Ami végül is igaz, de személy szerint én úgy gondolom, hogy szükség van pár dolog ismeretére ehhez, azonban az egyet kell értenem, hogy bárki meg tudja tanulni mindazt, amit én már megtanultam, és ami még persze vissza van. De egy valami azért tényleg elengedhetetlen, és ez nem más, mint az akarat. Mire elengedhetetlenül szükség van, az mindössze egy kis vágyakozás. Álom nélkül mit sem ír az egész. Hiszen álmainkkal nagyon is szegényen bánunk. Nem merünk nagyot álmodni, és igaz, én úgy gondolom, hogy ez többnyire a környezetünk hatására van így. Ugyanakkor, hogyha nem álmodsz, nem vágyakozol, akkor nem is akarsz. Hiszen a célok kitűzése visz előre bennünket az életben. Ha céljaid, álmaid megfogalmazásod nélkül haladsz, akkor valójában nem is tartasz semerre. A Startolj most és vedd célba a szabadságot című videósorozat első három részében már megismertük azt a hozzáállást, gondolkodásmódot és motivációs szintet, amire szükségünk van ahhoz, hogy elérjük a kívánt életstílust. Mit kell tenned? Mostantól a következő 7 napban megnézed a fent említett 3 videót, ami segítségével egy olyan szintre kerülsz, ahol meg tudod fogalmazni könnyebben a céljaidat, és elhatározod, hogy meg is valósítod azokat. Én úgy írtam le a célkitűzéseimet, és hozzá kell tennem, hogy ez a lista nem befejezett, folyamatosan bővül, hogy a számomra legnagyobb álmomat alaptetejére írtam, majd a lap aljától felfelé írtam a kisebb, vagy az alcéljaimat, mondhatnám úgy is, hogy növekvő sorrendben a fő célom felé. Hiszen a nulláról indulva csak fokozatosan tudok felemelkedni. Vagyis elsőként egy olyan célt írtam, ami elképzelhető, hogy rövid időn belül képes leszek megvalósítani, és mindig csak egy kicsit tettem magasabbra a mércét a céljaimat illetően. A kis célokat egyesével elláttam egy akciótervvel, ahol leírtam magamnak, mit kell tennem azért, hogy a céljaimat, a célomat elérjem. Egy egyszerű és rövid példát szeretnék fölhozni. Feltételezzük, hogy nyitottam egy éttermet London belvárosában. A marketing tervemben az áll, hogy a 10. évre a 10. éttermemet szeretném, és fogom megnyitni, akár ugye Anglia szerte. Ehhez azt kell tennem, hogy évente egy új éttermet nyitok valamelyik másik városban. A fő célom itt a 10. a 10 étterem. A részcéljaim pedig az évente egy új étterem. Hozzá kell tenni, hogy a részcéloknak is vannak alcéljai. Ahhoz, hogy ezt a folyamatos növekedést elérjem, úgynevezett akciótervet készítek az első évre,
ami ugye az indulás előtt már elkészült. Megtervezem az alcélok, részcélok eléréséhez azt a stratégiát, amivel ugye szépen felépítem magam a fő célomig. Majd pedig ellátom a feladataimat, hogy a célom valóban meg is valósuljon. A második évben felülvizsgálom a stratégiám, majd egy új tervet készítek az előző év függvényében. Tehát ezzel azt kívánom mondani, hogy ha valaki azt mondja neked, hogy otthonról irányított vállalkozás, akkor tudnod kell, hogy vállalkozol. Egy tulajdonosa, vezérigazgatója, vezetője, menedzsere, dolgozója vagy a létező legnagyobb vállalkozásnak, a saját életednek. És hogy ezt a vállalkozást sikerre vidd, meg kell álmodod, meg kell tervezned, akarnod kell végrehajtani, és lesz lehetőséged élvezni. Ha már képes vagy megfogalmazni a célod, az álmod, és erősen látod is azt, akkor felébred benned a belső vezetőd. Amint a kijelölt cél eléréséhez megtervezed a stratégiát, és a végrehajtásába is belekezdtél, akkor a belső menedzsered is a fedélzeten van. Így a belső dolgozók már nem halad egyedül, és nem rossz irányban. De tudnod kell, hogy a dolgozó nélkül a menedzsernek nincs feladata, a vezető pedig nem éri el a célt. Találd meg a tökéletes egyensúlyt. Hát nézzük akkor, hogy hogyan kezd bele az otthonról irányított vállalkozás építésébe, ha még nem tudsz semmit. Pár egyszerű lépésre van szükség, hogy könnyen és gyorsan felépíts egy sikeres network marketing üzletet. Az első lépés mi is lehet? Nem más, mint hogy beszélgess a barátaiddal, ismerőseiddel arról, hogy mit gondolnak, hogyan lehet valaki ura a saját életére. A sorsunkat irányítani, kézben tartani, uralni annyit jelent, hogy van időnk és pénzünk, hogy azt csináljuk, amit valóban szeretnénk csinálni. Mert egy nagyszerű élethez idő és pénz kell. Ha már van pénzed, tudd is élvezni, ahhoz idő kell. Ha van időd, akkor meg legyen lehetőséged élvezni, amihez persze pénz szükséges. Ne feledd! Az mondható szabad embernek, aki rendelkezik egyszerre sok szabadidővel és sok pénzzel. Tehát elmondod nekik, hogy te felfedeztél egy módszert annak megtanulására, hogy miként lehetsz te magad ura a saját életednek. Egy rendszert, amely egyszerű és könnyen megtanulható, alkalmazható. Egy otthonról irányított vállalkozás alapításával. Ha szeretnéd megtudni, miféle módszer ez, akkor add át neki például a névjegykártyádat. Mint látod, csináltam egy kis példát is hozzá. Ami természetesen a neved és az elérhetőséged szerepel, és az ezt kell csinálni mondat. Ez alatt pedig egy azon weboldal címe, ahol ezt a videót érheti el. Majd a hátoldalán, a kártyát hátoldalán egy rövid mondat, a 45 másodperces prezentáció a hátoldalán. Te uralod a saját életed? A sorsunkat uralni, kézben tartani annyit jelent, hogy időnk és pénzünk is van arra, hogy azt csináljuk, amit valóban igazán szeretnénk. Egy kérdéssel még azonban megtoldottam. Tudni akarod, hogy hogyan kell csinálni ezt és azt? Ha felfigyeltél rá, akkor te most megmutattad neki, hogy ezt kell csinálni. Itt térsz rá a második lépésre. Amennyiben igennel válaszol és további információt szeretnél, kérd meg, hogy mindenek előtt nézze meg ezt a videót, ami ugye a névjegykártyádon szereplő weboldal segítségével jut el. Esetleg pendrive-on vagy DVD-n is átadhatod neki, ami persze egy jó apropó arra, hogy újra találkozzatok, és ezen találkozás alkalmával, hogyha pozitívan áll hozzá, nagyon pozitívan, akkor meg is tartod a prezentációt, és munkatársaddá is válhat. Ebből a videóból lesz átirányítva az illető a Startolj most és vetszél be a szabadságot című videósorozatra, és az első három részére,
ugyanakkor az MLM Egyetem című videósorozat bevezetőjére és az első négy szavita bemutatóra is. Mielőtt dönt, vagy mielőtt átesnétek a prezentáció, vagy regisztráláson, hogy miért? Mert tudnia kell, mit vársz el tőlem, mint szponzor, és tudnia kell, hogy mit várjon el tőled, mint a szponzorától. Ha ő az a fajta személy, aki tisztában van az MLM adta lehetőségekkel, akkor a céged prezentációt ugyan megtarthatod neki. De akkor ezeken a pár videókon át kell esnie, mielőtt szponzorálni kezded valóban, mert te egy igazi csapatot akarsz, és mindenkinek tudnia kell, hogy milyen egy csapattal. Ezt hangsúlyozd. Viszont, hogyha ő az a személy, aki kissé, ellenségessé, idegessé válik az otthoni munka hallatával, és mert hogy MLM, akkor annyit tegyél meg, hogy kérdezd meg tőle, mit tud az MLM-ről. El fogja neked mondani, talán vörös, kidúzzad nyaki ütőérrel, és még köpköd is mellé, de hallgass meg, ne vágj a szavába. Tiszteld meg. Azzal, hogy meghallgatod. Miután befejezte, kérd meg, hogy most te mondhass pár mondatot. Rendben, elfogadom a nézőpontod, és én is találkoztam már pillanatajátékokkal, amik illegálisak a legtöbb országban, hiszen toborzáson alapul a bónuszkiosztás, nincs valódi termék, és ugye a csúcson lévőeknek jó leginkább. Viszont egy jó MLM program, ha az, amit forgalmaz, hónapról hónapra szükséges az embereknek, és hogyha a termék szolgáltatása egyenlő vagy nagyobb, mint az értéke, akkor van mivel dolgoz. Egy igazi MLM-ben csapatban dolgozol önmagadért. Minden bizonnyal nagyon sok kérdés merül fel benned, de tudnod kell, hogy ezt a rendszert arra tervezték, hogy kérdéseidre választ adjon. Kérlek, hogy csak ezt a videót nézd meg, és érteni fogod. De nem mondj többet, mert a beszéd a legnagyobb ellenséged. Ha minél többet beszélsz, ő annál inkább fogja úgy gondolni, hogy ő erre nem képes, amit te csinálsz. És ne feledd, az időhiányra való hivatkozás az egyes számú kifogás, amely miatt az emberek nem vágnak bele ebbe az üzletbe. Ha kérdéseket tesz fel, és ha te válaszolsz, akkor te elvesztél. Akkor is, hogyha izgatott, és érdeklődik a lehetőség hallatán, és akkor is, hogyha MLM ellenes, akkor sarokba szorítós kérdésekkel próbál téged sárba tiporni, de ugye erre te már kis dolgoztál egy választ. Tehát kérd tőle csak azt, hogy nézze meg ezt a videót. Innen fogja megnézni a kezdethez, a folytatáshoz, a Te világoda vagy életedősödet című videót, és ugyancsak az MLM Egyetem, avagy a 10 szalvéta bemutató című videósorozat első 5 részét. A bevezetőt és az első 4 szalvéta bemutatót. És akkor ez volt, hogy azt csináltad. A harmadik lépés következik. Miután megnézték a videót, a videókat, és megtanulták, miként kell autót vezetni, akkor már csak egy autóra van szükség. Egy cégre, egy termékre és egy marketing tervre. És ha nem tudsz még mindig semmit, akkor hogyan mutatod be neki? Hát erre való a szponzorod. És hidd el azt is, hogy nagyon egyszerűen fogod megtanulni azt is, hogy hogyan mutass be a jelöltjeidnek a cégedet 30 percen belül. Ezen videó után most már tudnod kell, hogy mi a következő lépésed. Fogalmazd meg a céljaid, írd le, tervezd meg. Hogyha a tervezésed útközben indul meg, az sem baj. Állítsd megfelelő szintre a motivációdat a 3 start videós résszel. Nézd meg az MLM Egyetem bevezetőjét és az első 4 szalvéta bemutatót, majd találkozz azzal a személlyel, aki ezt a videót megmutatta neked. Az is meg lehet, hogy még nem vagy semmelyik cég munkatársa, viszont érdeklődsz a lehetőség iránt. De tartasz attól, hogy valóban képes lennél-e növekedni, építeni egy hálózatot. Egy dolog van azonban, amit nem tudsz az MND Network által
kifejleszett műti rendszerről, mi segítünk kockázatmentesen építeni a hálózatodat addig, amíg csak tanulsz. Vagyis, hogy tanulod az ezt és az azt. Ha figyelemmel kíséred a tevékenységünk, népszerűsíted is a videóinkat, akkor mi annyival segítünk előre, hogy bármilyen módon is ajánlod a videókat másoknak, és az a személy feliratkozik a blogra, vagy érdeklődik, további információt kér, fel lesz téve neki a kérdés, milyen forrásból jött el, talált el hozzánk. Éppen ezért fontos, hogy mindig jól látható legyen a neved, bármit is csinálsz. Így, ha úgy érzed, készen állsz, és talán még ha nem, meg lehet, hogy egy potenciális hálózat csapat vár rád, hogy szponzoráld őket. Efelől csak az ígéretemmel tudlak biztosítani. A mi célunk, hogy te sikeres legyél. Köszönöm, hogy meghallgattál. Várlak a többi videóban, a fent említett videóban. Szép napot, szia!